Na, állj már be! Tica. Álljál be, azt köszönj nekik. Na, sziasztok. Akkor most tökölünk egyet. Így a Halloween-re való tekintet. Melyik legyen az eleje? Ez egy csúnyácska, akkor itt lesz a szeme. Csak így nem fog látszódni, hogy én mit vágok. Az a teásbögre kurva jó mutat itt. Én is főraktam az enyémet az ablakpárkányba. Amúgy sziasztok, kedveském, csak most közben jöttem még. De így nem látják, hogy én mit vágok. Na majd mindjárt megcsináljuk, faszán. Jó, ez egyenre ott jó. Én nekem föl kéne öltözöm. Veszek egy mackó nadrágot, mert azért csak ne egy szár fölcsbe szerepeljek már videóba. Inkább egy Halloween van. Kutya nem viszlek le, hát nem azért öltözök, nehogy azt így. Higgyunk egy kis forróságot. Puderka helyedre? Ha már ilyen beteges időszakban vagyunk. Mondtuk egyszerre, hogy na. Halló, Romeo, János. Na. Szóval, mi kell egy Halloween tökhöz? Először is egy szép, formás tököcske. Meg egy jó kurva nátha. Még hangulatosabb legyen a Halloween. Kell egy jó éles szike. Ilyen nagy pengével. Jó, azért ne húzsulja hason. Meg kell egy toll, amivel berajzoljuk. A száját. Szemét, a száját, az orrát. Kutyát. Keressük meg, melyik az a pont, ami a legcsúnyább, abból lesz. Melyik az a pont, amelyik a legjobb? Pontosan. Jó. Először is, milyen legyen a kalapja? Azt hiszem már nekik, hogy miért beszélsz most te. Helyettem. Na jó, mert fáj a torkod, beteg vagy. De én is már lassan, mert nekem is már fáj a torkom. Úgyhogy lassan mutogatni fogom. Elkaptad tőlem. A nártiszt. Na, én rajzolok, te meg vágsz. Nem, először is döntsd el, hogy kerekre szeretnéd a sapkáját levágni, vagy cikcakos legyen. Cik-cik-cak. Kedveskéim, most aztán. Művészi alkotás. Kiskutya, ne nyögőjé már. Ne nyögőjé. Te belőled is csinálunk Halloween tököt. Kutyába. Addig nyavajuksz. Na és ezt most gondoltad, hogy én így... De szép lett! Így szép, szerintem nem is kell levágni. Szerintem sem. Segyen is szép. Halloween alkalmára. Na, melyik a legnagyobb pofa itt a fejen, na? Én arra gondoltam... Ez az agya? Akkor itt a feje. Hát de itt, de... De hátul itt az a nagy izé, mint nekünk kis embereknek itt hátul ilyen hosszúkásabb. Erről ilyen csúnya legyen itt? Hát az nem számít, az olyan, mint a beverték volna a fejt. Itt legyen a szeme. De hát ki kell vágni először. Ugye? Vágjad, babám, vágjad. Addig én rajzolok rá. Addig én rajzolok rá. Le kéne fékezni, nem? Valamit. Szóval ilyet kisgyereket ne fogjanak a kezükbe. Kizárólag csak szülői felügyelettel, és olyan szülő, aki nem fogyasztott előtte alkoholt, mert alkoholfogyasztással ez még veszélyesebb művelet. Ebből folyik valami. A tökeleve. Nálam van a töke leve, meglocsollak, most vele. Ja, most nem húsvét van. Azt hittem húsvét van. Nem az a baj, hanem ez valamiért nem fékeződött le.
Most. De ha így forgatod. Na most kap föl a fost. Hopp, most értem le az aljára. Közben itt én rajzolom a művészi alkotásokat. Igen, jól látjátok, én balkezes vagyok. A balkezesek világ legjobb emberei, a legügyesebb kézművesek közé sorolhatók művész lelkek. Közülük én vagyok az egyik legnagyobb művész lélek. Ezt egy kicsit túlvágtuk, se baj. Kezedre vigyázz, mert ha szalad, akkor abba is beleszaladhat. Nem baj, már úgyis meg vagyok fázva. Levágjuk a félkezemet, az már nem számít. Na fasz. Na, szép lett! Mik ezek a rajzok rajta? Ne haragudjál, de most nem rajzolásról volt szó, hanem kivágásról volt szó. Kivágás, bevágás. Kivágás, megvágás. Bevágás. Mindig túlszalad, mert hogy olyan furcsa vonalakat húzta. Közben a háttérben jól látható a média reklám. Azért ti otthon első segélynyújtó nélkül ne kezdjetek hozzá. Készítsetek magatoknak. Anélkül ne kezdjetek hozzá. Eléggé életveszélyes ez a dolog, ez a tökfaragás. Jobb kezeseknek még veszélyesebb. Kínában macskáknak a fejt. Faragják ki. Ijeszgeted a népet. Most agyműtét látható itt. Doktor Edina megműt itt a tökölünk gyerek pácienst. Agyműtét. De tényleg mint a izébe. Műtőbe van, megrajzoltuk előre. Milyen fazont szeretne az illető? Plasztikai műtét. Fővágtuk a szikével. Szikét. Szikével a szikét vagy mi? Nem. Szokták mondani, hogy szikét. Ja igen, törlést. Törlést. Na gyűjj még mindig. Gyűjjön már ki. Nem gyűjök. Kisebb szike jobb lett volna. Ilyen kis keskenyebb. Hopp, már visszacsúszott. Mondtam én nektek, hogy vigyázzatok. Jó van, de lassan föl kell a betegünk az altatásból. Már ilyen furcsa szemeket vág. Húzd meg neki! Nézd oda! Ebből lesz a tök mag? Az agy. Agyvelő. Ta-tám! Látszik már be volt fonálosodva a páciensnek. Páciensnek az agya már be volt fonálosodva. Szépen. Tele vannak agyférgekkel. Finom tök mag. Megpirítjuk. Tele van az agya agyférgekkel. Ki kell takarítani az agyát a páciensnek. Ezt jól át lehet mosni. A kis tök magukat, utána besózni, hopp, az elröpült, jönnek az egerek, azt megeszik, és meg kell pirítani, és isteni finom. Szóval ezt ne dobjátok el.
meg be kell sózni. Azt most mondtam az elég. Ja. Haragszok a töködre. Lemászott a kukorit a földemre. Na de szép. Tök szaga van. Ja. És aztán ezt így ki kell... Pucolni. Pucolni. Itt van benne a finomság. Amiért kiadtuk a boltba több száz forintokat. Amit belerakunk egy edénybe. Ebbe bele fog férni. És aztán majd átmossuk. Ez vagy három csomag tök magára. Legyen az egereknek is kajájuk. Jönnek a halottak valamelyik nap ki a sírból. Szedik fel a tök magot a... Legyen már mit enni. Tök magot az izéről. Asztal alul. Ennek jó sok tök magja volt. Mondom, hát ez három csomag tök mag. Hát akkor mekkora, mennyi van abban a nagyon óriásban? 10 kilósban. Például. Ez volt 2-3 kiló, vagy mennyi volt ez? 5 kiló? 2,5. Hát akkor legyen 3. 3 szó ennyi. Na, valahol robbantottak már. Tűzi játékoztak már valahol. De ilyenkor? Meg nem, minden nap van itt valami robbantás. Hol a migránsok? Mert hogy a migránsokat lövik. Ráléptek az aknára. Mondom én. Tűzi játék? Ja, nem nyitom ki, mert leesik a tejád. De valami tűzi játék van. Na mindegy. De sok van benne. Olyan fura szaga van. Tök szaga van. Oh my god. Majd csúszik. Csúszik olyan, mint a halpikkely. Kiskutya, ne nyikorogjál ott a sarokba. Ma egyébként nagy temetőjáratban voltunk. Meg aztán nagy takarításba. Igaz? Így van. Mi csináltunk? Kivittük a szemetet. Porszívóztunk. Főporszívóztunk. Halloween partira megcsináltuk még a maradék dekorációt. Kitakarítottuk a kisállatot. Meg a izét. Meg a nagy állatot. Meg az ágyneműt. Kicseréltük meg. Kiszellőztettünk meg, lepörölgettük a polcokat. Nagyon nehéz kiszedni ezt a mocsót. Ezt a... Na jó, de hát még a neheze az még hátra van itt a szemek. Hát, még ki kell vágdosni, igen. Szemeket. De hát a belsejét meg ki kell kapargatni. Így ezeket. Ügyesen, okosan. Piszok nehéz így kiszedni. Buszta, mi? Jó, ez a nagy köröm ez.
Én ne vágd a kezedet. Jaj! És már folyik is a vérre. Tiszta Halloween party. Ilyenkor nincsen izé mentő. Mert ők is kint vannak a temetőbe. A rokon? A rokonoknál. Kis kell a szabadság. 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 Szerelem. Az jutott az a szem. Mi egymás. E kettő kell nekem. Na. Közben elkezdett folyni az órom is, ami azt jelenti, hogy most már tutira elkaptam tőle ezt az egészet. Jó ez a tökör, és meg tök egészséges a bőrnek ez a tök. Ígyunk. Ígyunk a becsületünkre. Egy kis rumos teja. Nekem az enyémbe is raktál rumot, vagy csak a magadéba? Egyikbe sem. De tényleg lehetne pálinka. A vesémbe szúrt. De tényleg amúgy lehetne pálinkát adni. Meg rumot. A kávéba is egy kis rumot. Figyelj már, aztán nem mindjárt jobb lesz. Nem mindjárt jobb lesz a hangulat. Ilyenre gondoltad ki, várj? Ja, olyan menő. Hogy fogom én ezt? Okosan és ügyesen. Hát így. Úgy. De ne úgy, hanem úgy. Szabadság, szerelem. Ezt jó kitaláltad. Ugye? Hát olyan kis cikcakot nem fogok tudni neked vágni. Varni? Varni se, meg vágni se. Meg várni se? De nem ilyen szemet szoktak, ez hülyeség. Nem hülyeség, mert ez az új divat. 21. század. Innye. Tel van az internet. Jó, hogy nem izé valami graffiti rajzot csak rajzoltál ide, aztán mint nekem ki kell itt szabdalni. Ja. Ráraktam volna egy jó kis graffitit, aztán vigyázzon, izé... Vigyázzon, ne kotonálsz! Ráraktam volna egy kis graffiti rajzot, aztán izé... Vághattad volna ki. De miért csukódik ez be mindig? Istenem... Ezt tényleg nem gondoltad komolyan, szerintem? Ezt!